Az Újpesti Bulldogs amerikai futballklub junior csapata az utolsó mérkőzésén vereséget szenvedett, és ezzel ezüstérmet szereztek a bajnokságban. Vendégem Szatmári János klubelnök. Üdvözöllek nálunk, elnök úr! Szerintem. Legutolsó beszélgetésünkkor arról esett szó, hogy nem akarják a fiatalok sem alábbadni, mint a felnőttek, ugye a felnőttek bajnokságot nyertek, igen, ők pedig hát bajnokságra törtek. Hogy lehet ezt nevezni, ezt a vereséget? Balsiker vagy siker? Azt gondolom, hogy mindenféleképpen sikernek könyvelhetjük el, hiszen ugye a tavalyi szezonban, a junior bajnokságban ott ugye harmadikok lettünk, tehát nem jutottunk be a döntőbe. Most meg bejutottunk, illetve akkor tavaly, akik minket kiejtettek a döntőből, az pont ez a Budapest Hurricanes volt, akivel most játszottunk döntőt. De ugye 2-3 mérkőzéssel ezelőtt a rájátszásban mi megvertük a Hurricanes-t. Tehát igazából siker, mindenféleképpen siker, azt tudom mondani. Olvastam a tudósítást a mérkőzésről, a döntőről. Hát ugye nekünk, nem hozzáértőknek, ilyen nagyon nagy arányúnak tűnt a vereség. Ez jelenti azt, hogy simán elvertek bennünket? Igen, sokkal jobban föl voltak készülve. Illetve fejben szerintem, mivel a juniorjaink még nem játszottak döntőt, lehet, hogy ez is közrejátszott. Sok mindent mondhatnék, hogy mi az, ami közrejátszott, de egyszerűen szerintem csak annyi, hogy jobbak voltak. Sokkal jobban felkészültek. Tehát jobbak voltak, jobban jobbak felkészültek, ez mondjuk nem minősíti az edzőitek és a gyerekek munkáját. Nem, abszolút nem. Abszolút. De én arra gondolok, azért nem hagyom ezt a kérdést így nyitva. Mi hiányzott azon a mérkőzésen? Jó, nem játszottunk még döntőt. Jó, ők már játszottak. De azért valami hiányzik, hogy belefutottunk egy nagy vereségbe. Megmondom őszintén, nem tudom. Nem tudod? Nem tudom. Valószínű, hogy mivel egy játékosunkat hát ezt úgy mondják, ugye, hogy ilyen, tehát az elődöntőbe ott egy játékosunk az kiállítatta magát túlzott gólöröm miatt, mert ez büntetik konkrétan az NFL-be is, tehát az amerikai ligában, illetve nálunk is büntetik, hogyha túlzott gólöröm van. Valaki tehát ugyanúgy, mint a labdarúgásban nem lehet lehúzni a dresszt, mert akkor sárga lapot kap valaki. Igen, igen, nyilván azt nálunk nem is csinálják, de ha mondjuk leveszi a sisakot a pályán, akkor már büntetést von maga után, illetve valaki két szabálytalanságot csinál egymás után közvetve, akkor ez... És az automatikus eltiltás automatikus jelent? Automatikus eltiltás. Tehát itt nincsen fegyelmi, meg akármi. Nincs. Pontosan tudja, hogy akkor nem játszhat. Hát gondolom, akiről szó van, most a nevét hadd ne mondjam, mert teljesen mindegy, ő meghatározó játékosa lehetett, azt hiszem, akkor a csapatnak. Abszolút, abszolút. Ez valószínű, hogy kihatott a többiekre. Én úgy gondolom, az irányítóra mindenféleképpen, hiszen elveszítette egy olyan elkapóját, akinek egy olyan biztos kezű elkapóját, akire addig számíthatott a szezonban. Junior csapat, ezüstérem. Meg mennyi, hány emberetek marad a következő szezonban a junior korú? Hú, hát igazából ez most egy kicsit fogas kérdés számomra, de megpróbálom megfogalmazni, illetve összeszedni. 35-en voltak nevezve, ebből 25 tudott csak játszani sajnos, és ebből a 25-ből, aki a felnőtt csapatban már játszott, ugye, illetve jövőre nem fog a juniorban játszani, az, ha jól tudom, akkor olyan 4 vagy 5. Tehát 4 vagy 5 játékos fölkerül a felnőtt csapat. Igen, és az meghatározó játékos. És erősíteni fogja a felnőtt csapatot ez a 4-5 junior korú játékos? Abszolút, bár ez ugye nem lesz majd észrevehető, hiszen már játszottak. Tehát ők is a bajnoki szezonban, a felnőtt bajnoki szezonban abban játszottak. Tehát ők erősítették akkor a junior csapatot, ott a felnőttek között abszolút küzdöttek. Na de, hogyha elmegy 5-6 játékos, nem elmegy, hanem felmegy. Ezeket pótolni kell. Abszolút. Honnan hozzátok? Saját merítés, vagy körül kell nézni ilyenkor a palettát? Mindenféleképpen körül kell nézni, és az a terv is, hogy ugye most december 1-én lesz egy toborzásunk. Ez egy ilyen ugye nyílt nap. Ennek keretén belül nyilván jöhetnek olyan játékosok, akik esetleg már nem játszanak, vagy más csapatoknál voltak, ezeket is szeretettel várjuk. Kor az ugye igazából nem számít. Tehát mindenkit várunk, december 1-én vasárnap a Vasaspályán,
11 órától, illetve januárban is szeretnénk egy ilyen tobozást csinálni, hiszen márciusban kezdődik újból a bajnokság, a felnőtt bajnokság, és addig abszolút fel tudnak úgy zárkózni, esetleg mind a fiatalok, akik ugye beleférnek, mint pedig a felnőtt játékosok, hogy tényleg erősítsék a csapatot. János, azt el kell mondanom a kedves nézőknek, hogy ez a beszélgetés felvételről megy, és aki hétfőtől látja majd az adást, ők már vasárnapi toborzóra nem érnek igen, oda, abszolút. De ez nem számít, hiszen, mint mondtad, januárban lesz még egy toborzó, úgyhogy megkérünk minden amerikai focit kedvelő, kedves nézőt, szurkolót, hogyha van olyan a családban, aki talán elkezdene játszani, akkor nyugodtan mehet majd a Fáy utcába, Vasas pályára januárban is a toborzóra. Tehát akkor toborzók meg lesznek, minden bizonnyal. Beszéljünk a gyerekekről, a srácokról, mert nálam mindig a fiatalabbak eredményei számítanak jobban, nem tudom, hogy miért, hiszen tudjuk azt, hogy a felnőtt sportolók, azok hozzák magukat, aztán majd lesz valami. A fiataloknak a hatalmas dopping kell. Ezzel a második helyjel a szemekben mit láttatok, amikor ezt az ezüstöt megszerezték a srácok? Hát igazából nem láttuk a szemüket. Sírás volt netalán? Nem. Volt olyan, aki igen, aki sírt, de lehet ez akár örömkönny is, hiszen azért csak tehát elmondható az, hogy Magyarország második legjobb junior csapata úgy, hogy az egyik top csapatnak a junior csapatát megelőzték. De mondom, a szemekbe abszolút szerintem nem volt csalódottság. Nem volt csalódottság, ezt akartam hallani, mert haragudj, hogy tehát nem volt csalódottság. Vége a szezonnak, ugye? Most igen, ezzel a igen. mérkőzéssel, ezzel a döntővel. Meg is álltatok, pihennek a gyerekek, a felnőttek, vagy még már folyik valami kis mozgás? Alapozások mindenféleképpen azok mennek. Úgy tervezzük, hogy december 20-áig fogunk edzeni, és akkor utána lesz egy kis pihenés, aztán január 6-án kezdjük újból. Tehát mondjuk a juniorok azok elmentek természetesen a döntő után pihenni. Az volt a mondás, hogy akinek van kedve, az és nem nyalogatja ugye a sebeit, az jöjjön. Alapvetően a ti sportágatok a szabadtéri sport, ugye, hát nincs mese. Tehát ekkora terem nem igazán van. Ilyenkor a hideg télben, mert most beköszöntött a tél, legalábbis mínuszok vannak. Hogyan lehet megoldani azt, hogy tudjatok tréningezni? Jól fel kell öltözni. Most is ilyenkor is kint vagyunk, igen. Volt egy ígéret, tavaly ugye bent voltunk a vasaspályán a sátorba, idén nem sikerült bemenni, mert sajnos a focisták azok kiraktak minket, úgyhogy igazából kint kell edzenünk, igen. Tehát ilyenkor kint, ez így van, műfű, nem megoldott. Nem megoldott. Hát meg ennyi emberre nem is tudunk se tornaterembe bemenni. Tehát... Konditermet nem használtok? Ennyien oda se tudunk bemenni. Tehát az a baj, hogy hiába beszéltünk bármilyen konditeremmel, egyszerűen nem, tehát nincs kapacitása arra, hogy ennyi ember oda beszabaduljon. Tehát hogyha most a juniorokat is vesszük meg, a felnőtteket is, akkor bármilyen átfedés van, közel 70-80 fő azért van. Tehát... Hát el kell osztani őket természetesen, igen, nehéz, jókat tudok bár... mondani, ugye? Na, a lényeg, tehát dolgoztok teljesen mindegy, igen. Hogy esik a... Teljesen mindegy. Munka van. Mikor kezdődik a bajnokság? Bajnokság márciusban szokott át. Már márciusban igen, bajnokság? Igen. Hát a felnőtt bajnokság. Mert ugye már augusztusban vége lett, szeptember. Akkor kezdődött a junior bajnokság. Úgyhogy igen, márciusban már, március közepe vége felé már kezdődik. Tekintsünk előre. Juniorok, ezüst, felnőttek, arany. Akkor most... Merre előre, merre tekintünk, mi lesz a következő cél, amit el kell érni? Hát nyilvánvalóan ugye a juniorokkal kezdem, ők náluk abszolút látszódott a fejlődés, mert ugye a harmadik hely helyett a második helyet sikerült elérni. Jövőre reméljük, hogy az első helyet sikerül megcsípniük. A felnőttek pedig értelemszerűen a divízió 1-be megpróbálják a kupát elhozni, hogy fölkerülhessenek ugye a top csapatok közé. Hány top csapat van Magyarországon? Ha jól tudom, akkor 6. 5 vagy 6. Igen. Most a Bulldogs, most. A felnőttekről beszélek.
milyen eséllyel lépnének pályára a top csapatok ellen? Azt gondolom, hogy a 6 csapatból szerintem 3-mal simán felvennék úgy a versenyt, hogy meg is nyerhetnék. Nyilván a másik 3 csapat az sokkal erősebb, de attól függetlenül nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne. Győzelem nem lenne, tehát azt kizártnak tartom, de abszolút. Tehát azért. Az újpesti Bulldogsnak milyen a renoméja, milyen a híre itt Magyarországon? Szeretnek benneteket, kutyákat, Bulldogokat, vagy azt mondják, na, még egy újpesti csapat. Ugye, gondolom, itt a labdarúgásra próbáltam. Nem, aki amerikai futballt szereti, az nem is hasonlítja a futballhoz, tehát nem mondja ezt. Nyilván az, hogy újpesti csapat vagyunk, ez azért elég megosztó. De azt gondolom azért szeretnek, meg nyilván az, hogy ilyen eredményeket érünk el, ezt elismerik. Mondtad, hogy egyértelműen körül kell nézni a mezőnyben, erősíteni kell. Igen. A csapat, mint olyan, amatőr csapat? Igen. Akkor mivel lehet ide csábítani játékosokat? Hát azt gondolom, hogy a többi klubhoz képest az a ami nálunk ugye kedvezőbb, az mindenféleképpen a tagdíj, ami sokkal alacsonyabb, mint más csapatoknál. Majdnem azt is mondhatom, hogy közel a fele. És szerintem tényleg az, hogy egy eléggé összeszedett, és jó stábbal dolgozunk, tehát jó edzői stábbal. A körülményeink azok abszolút jók ahhoz, vagy sőt elegendőek ahhoz, hogy megfelelően föl tudjuk készíteni a gyerekeket. Ha nem akarsz, ne válaszolj, de úgyis kicsikarom belőled a választ. Miből éltek? Hogy tudtok létezni? Hiszen egy amatőr csapat, tudjuk, hogy minden pénzbe kerül. Csak a tagdíjakból. A szerelést a játékosok veszik még meg maguknak, így van. Viszont 100%-ot kapunk azoktól a boltoktól, 2 darab van itt Magyarországon, de azoktól kapunk 100%-ot, 10% kedvezményt, tehát minden magyar csapat. Illetve most ugye el fog indulni a szövetség által a U14-es korosztálynak a versenyeztetése, aminél úgy néz ki, most nem akarom elszólni, de úgy néz ki, hogy fognak kapni felszerelést. Tehát abból lesz támogatás, valószínű, hogy állami támogatás is. Azért ez egy óriási dolog, hát ez hiszen igen, nem mindegy, igen. Hogy kell a szülőknek belenyúlni a zsebükbe, mert nem egy olcsó sport, bár azt kell mondanom, hogy melyik sport olcsó ma már. Hát igen, igen. De azért mondom, hogy ha más sportokat is hasonlítunk, vagy más sportokhoz hasonlítjuk, vagy egyesülethez, akkor a miénk az olcsó olyan szinten. Uh-huh. Hagyjuk a Bulldogs csapatát egy pillanatra, csak nagyon érdekelne az a kérdés, hogy mint magyar válogatott, vagy mint magyar klubcsapatok, kilépünk mi a nemzetközi porondra? Mert ugye túl nagy publicitást már nem hogy kap a... magyar csapatok? Vagy... Igen, a magyar csapatokt, vagy a magyar válogatott, mert sajnos túl nagy publicitást nem kap az amerikai futball, már a magyar-amerikai futball itthon. Hát a válogatott ugye még nem, ezt a múltkori adásban is mondtam, hogy akkor volt pont a döntő napján, a junior döntő napján, illetve előtte 2 nappal, tehát egy ilyen 3 napos válogató, amin megnéztek több magyar csapatból játékosokat. Hát ennek a magyar válogatottnak az előkészületei ugye készülnek. Augusztusban úgy néz ki, hogy lesz egy edzőmérkőzésük, tehát egy első szereplésük. Nyilván addig még egy csomó minden fog így a kerettel kapcsolatosan változni. A külföldi szereplések meg abszolút, hát 2-3 bajnokság van külföldön, amiben magyar csapatok indulnak és sikeresek is, mind junior, mind felnőtt szinten. Tehát magyarul, hogyha a magyar csapat kijut, egy ilyen bejut, illetve benevez, bejut, akkor hasonlíthatjuk mondjuk a jégkorongozókhoz, hogy ilyen összevont bajnokság van. Szerintem igen. 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 Tehát nem vagyunk, úgy mondják, pofozógépek akkor ezekben a bajnokságokban. Nem. Nyilván lehet, hogy tehát azért össze kell szokatni ezeket az embereket, az megint más, hogyha egy olyan klub megy ki, aki ugye folyamatosan
neki van milyen külföldi szereplése, vagy bajnokságokba indul. Ugye az már hozzá van szokva, ismeri azokat az ellenfeleket. Így, amikor egy válogatottat raknak össze, akkor azért az lehet, hogy más. Tehát sokkal több időt vesz igénybe, mint a játékosok részéről is, hogy arra válogatott edzésre is elmenjen, meg ugye a saját csapata edzésére is. Közelednek a karácsonyi ünnepek, ugye itt nálunk már az adventi koszorún az egyik gyertyát meg is gyújtottuk. Mit szokás ilyenkor kérdezni? Buta kérdés, de szerintem jó. Mit kívánsz karácsonyra a csapatnak? Hát a csapatnak jó felkészülést, egy remek jó új pályát, jó évet, nagyjából ennyi. A szurkolóknak hozzáteszem, különben lesz 22-én pont itt ugye a színházteremben egy ilyen vetítés a csapat szezonjának a legszebb pillanatairól, junior, illetve felnőtt csapat legszebb pillanatairól, úgyhogy arra várunk szeretettel mindenkit. Legyen ez a végszó, mi szurkolók és a stábunk is nagyon boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt, aranyérmeket kívánunk neked, nektek, és remélem, hogy találkozunk jövőre is, többször is, és beszámolunk arról, hogy harapott a Bulldogs és nyeri a meccseket. Köszönjük szépen, mi is minden jót kívánunk mindenkinek.